Ebben a videóban a travel-lel, a journey-vel, a trippel és a voyage-el fogunk foglalkozni. Nagyon hasonlít a négy szó, nem biztos, hogy mindig könnyű elvonatkoztatni tőle, hogy akkor most melyiknek mi lesz a jelentése, tehát nehéz őket néha megkülönböztetni, de megpróbáltam nektek összeszedni szépen egybe, hogy hogyan is lehet őket, ettől még könnyű nem lesz, de hát ha segít. Na nézzük is, hogy mi lesz ezzel akkor. Travel. A travel szó az egy általános megnevezése az utazásnak, tehát nem konkrétan utalsz vele, az utazásodra, az utazásodra, tehát nincsen az utazás. A travel az egy általános megnevezés alapjába véve. Általában mi utazásnak fordítjuk, ha bár ez sokat nem fog segíteni, mert mind a négyet fordíthatjuk utazásnak, mind a négy szót, de ettől függetlenül még magyarul továbbra is utazásnak fordítjuk. Gyakran utalunk vele hosszabb, nagyobb utazásokra. Majd erről részletesebben is fogunk beszélni, de már ez így jó alapnak, hogy általában hosszabb, nagyobb utazásokra utalunk vele. Tehát ilyen például, hogy my interests are music and travel. Ugye, tehát ilyen értelemben lehet például az utazást használni, hogy az én érdeklődési köröm például zene és utazás. Ugye, tehát egy általános megnevezése az utazásnak. Nem konkrétan az utazást Budapestről New Yorkba, hanem ugye valami kis általába véve. Az a véleményem az utazásról, hogy. Vagy ugye érdekel az utazás. Ugye ez csak egy általános megnevezés. Aztán még ezzel nincsen vége. Ugye mondhatok olyat is, hogy I would like to travel to Australia. Ugye? Tehát ez egy hosszabb, nagyobb utazás úgy általába megnevezve, de nem feltétlenül konkrétan utalok majd az utazásomra, ami decemberben lesz, hanem úgy általában. Ugye szeretnék elutazni majd Ausztráliába. Aztán amire figyeljetek még, ugye, miután gyakran összekeverődik a trip szóval, hogy hogyan tudjátok ezt elkülöníteni. Ami segítség lehet, hogy ritkán használjuk a travel szót, tehát ugye az alapszavunkat, a travel szót, az alábbiakkal. Például ugye a birtokosokkal. Amikor azt mondjuk, hogy az én utazásom, akkor nem nagyon szoktuk azt mondani, hogy my travel, vagy your travel. Tehát már ez eleve egy kiindulási pont, hogy ilyet nem mondunk, hogy my. Ha már oda teszitek, hogy my vagy your, akkor az szinte majdnem biztos, hogy nem travel. Lehet rá opció, lehet rá, hogy esetleg, de majd mindjárt erről is beszélek, de általában nem. Oké, tehát még egyszer, ezt sokszor el fogom ismételni, hogy rögződjön. Travel, általános megnevezés, maximum nagyobb utazásokra utalhatunk vele, de inkább általános megnevezés. Most így ebből induljunk ki. Nem használjuk olyannal, hogy my, your, vagy olyannal, hogy a travel, ilyet sem mondunk, hogy hát egy utazás, a travel, nem mondunk ilyet, hogy a travel, és más határozókkal sem nagyon. Tehát nem nagyon teszünk magyarul elé semmit. Ha már elé tesztek valamit, akkor lehetséges, hogy az nem a travel szó lesz, amit kerestek. Oké. Például nézzétek meg ezt a példát. I bought this souvenir on my travel to California. Tehát ez nem travel. Ez itt sokkal jobb lesz a trip, vagy esetleg a journey. Mindjárt beszélünk róla külön-külön is. De nem a travel. Ugye már csak azért sem, mert ott van előtte, hogy my. Tehát ilyet nem mondunk, hogy my travel, mert a travel az egy általános dolog, és nem használódik a my-jal, a your-ral, az övel. Oké? Tehát ezek kivételek. Ezek már fognak arra utalni, hogy a travel nem lesz jó. Aztán még mire figyeljetek a travel-lel. A travel szó lehet ige, és lehet főnév is. Tehát, hogyha ige, akkor figyeljünk rá, hogy ugye igeként kezeljük. Ha egyszerű jelen időben használjuk, akkor ugye figyeljetek rá, hogy egyes szám harmadik személyben es ragot kap ugye a travel szó, vagy folyamatosban traveling, vagy múlt időben edét kap, és így tovább, tehát egy ige. De lehet főnév is. Főnév esetében viszont ez egy megszámlálhatatlan főnév. Tehát megint ugyanezt a példát hoztam nektek, hogy my interests are music and travel. Tehát amik engem érdekelnek, az a zene és az utazás. Nem a konkrét utazás valahonnan valahova, hanem általában véve az utazás. Viszont ez nem megszámlálható. Tehát ugyanúgy, ahogy a zene elé nem teszünk ö szócskát, nem mondjuk, hogy ö music, ugyanígy a travel elé sem, mert nem megszámlálható. Oké, tehát itt van ez a szabály is hozzá, hogy főnév esetén csak megszámlálhatatlan formában használatos. Nem mondunk olyat, hogy ö travel, meg ilyenek. Tehát, hogyha azt mondjátok, hogy ö, akkor már inkább a trip vagy a journey választás lesz a jobb.
Oké, tehát akkor még egyszer idáig mit tudunk a Travelről? Általános megnevezés, tehát úgy általában véve, úgy, mint egy általános szótári formáról beszélünk, nem? Hogy úgy az utazás, általában az utazás. Az utazás jó, az utazás mindig jó. Ugye, tehát amikor csak általában véve beszélsz az utazásról, és nem konkrét utazásról beszélsz. Illetve ugye nagy, hosszú utazásoknál is használhatjuk, vagy legalábbis arra utalva, ugye, mint az ausztráliás példánál, ugye hát Ausztrália nekünk nincs túl közel, akkor nyilván az így mehet a travel-lel ilyen nagy utazásokra való utalásnál. Oké, és ide még ide írtam nektek jegyzetbe, hogy tehát olyan nincsen, hogy a travel. Oké, tehát nem megszámlálható. Na menjünk akkor a tripre, mert ugye pontosan ez az a szó, amivel összekeverjük nagyon gyakran. Megint csak ugye mit jelent? Hát utazást, kiruccanást. Nem nagyon tudok mit mondani rá, ugye, hogy mi mást, mert ugye nekünk az utazás az igazából mind a négy szóra működik, tehát mind arra a négy szóra, ami ott volt az első oldalon, mindegyikre mondhatjuk, hogy utazás. Viszont ugye azt kell megérteni az angolban, hogy logikailag milyen különbség van köztük. A travel az egy általános, a trip viszont már egy konkrétabb utazásra utal, úgy is mondhatnánk, hogy kiruccanásra. Tehát magába foglalja az oda-vissza jelentést. Tehát belefoglalja magába azt, hogy te elmész, és visszajössz. Tehát már ugye ez nem azt jelenti, hogy most mindig vissza kell jönnöd, hanem ugye már ez konkrétan azt jelenti, ez már egy konkrét utazásra utal. Azért mondjuk, hogy oda-vissza, hogy meg is történt az utazás, tehát nem csak úgy általában véve beszélsz az utazásról, hogy hát igen, az utazás az mindig jó. Ugye nem, tehát itt már konkrétan beszélsz valamiről. Ide is írtam, tehát konkrétabb, mint az általános jelentésű travel. Gyakran használatos akkor, ha beleértjük a mondatba, tehát már van egy hátsó szándékunk a mondatban, hogy az az utazás milyen célból jött létre. Például biznisz, vagy kikapcsolódás, ugye? Tehát üzleti, vagy nyaralás céljából. Akkor az már alapból egy trip lesz, nem igazán egy travel. Tehát amikor már ott van bennem, hogy célja van az utazásnak, főleg üzleti vagy nyaralási, akkor az tripnek szoktuk mondani, és nem travelnek eleve. Oké, gyakran használjuk az alábbi igékkel, mint például a go on és a take. Tehát, hogyha már eleve ez az igéd, go on a trip, take a trip, akkor ugye ez már eleve a trip. A travel-t ugye mondtam, hogy nem is használhatjuk megszámlálhatóként, tehát nem is mondunk olyat, hogy go on a travel, vagy take a travel, ilyen nincs. Oké, tehát take a trip, go on a trip, ilyen viszont van. Illetve nem csak ezekkel az igékkel, hanem már vannak megszokott kifejezéseink is, amiket már eleve így is mondunk. Tehát például azt akarjátok mondani, hogy egy napközbeni utazás, egy egynapos kiruccanás, akkor az a day trip, vagy business trip, ugye egy üzleti út, vagy egy road trip. A road trip az ugye általában azért road, mert az úton mész, tehát kocsival, busszal, hasonló, egy road trip. Vagy ugye iskolában, amikor a gyerekek kirándulásra mennek, az is nem egy travelre mennek, hanem egy field tripre. Ugye ez a hivatalos neve, hogy field trip, ugye, hogy kimennek az iskolából. Tehát ezek már megszokott kifejezések önmagukban is, úgyhogy ezeknél nem is kell gondolkoznunk, hogy most mi legyen. Oké, arról nem is beszélve, hogy ugye konkrét utazásról beszélünk, tehát a travel az nem igazán jó oda. Még akkor sem olyan nagyon hosszú volt, de mindjárt ezt is mondom, hogy persze azért különbséget kell tenni, de ilyeneknél, hogy day trip, meg business trip, ezek trippek, ezek nem travelök. Aztán mire figyeljünk még? Tehát inkább rövidebb utazásokra használjuk. Habár ez nem igaz. Ne ebből induljatok ki, oké? Ne ez legyen az elsődleges pont, hogy be azt mondta, hogy a travel az a hosszú, a trip meg a rövid. Nem ezen van a hangsúly, oké? Ezért mondom folyamatosan, hogy a travel az egy általános. A travel az egy általános utazás általában, de utalhat hosszú utazásokra is, oké? De utalhat. Tehát nem ezen van a hangsúly, hogy rövid vagy hosszú. A trip viszont már egy konkrét utazásra utal. És általában persze rövidebb, mert ugye egy kiruccanás, egy kis elutazás, az általában nem szokott olyan sokáig tartani, amúgy sem. Tehát, hogyha földkörüli útra mész, akkor az már nyilván nem trip lesz, de általában, amikor elutazunk valahova, az nem szokott hónapokig tartani, ugye? Tehát már eleve adja is magát. Oké, vigyázat viszont,
mert akkor itt jönnek a kivételek, hogy mikor nem használjuk még a trip szót, és mikor inkább a travel szót. Nagyon komoly céllal történő utazásokhoz, tehát amikor hiába csak egy rövidebb kirándulásra gondolsz, vagy kiruccanásra, ugyanúgy, tehát ahogy magyarul sem mondjuk azt, hogy az elnök kiruccant egy béketárgyalásra, ugyanígy angolul sem mondjuk, hogy kiruccant egy béketárgyalásra, oké? Tehát ugye hiába egy nap volt akár, mondhatnánk úgy is, hogy day trip, de az elnök nem megy egy day tripre béketárgyalásra. Tehát ezzel szerintem mindegyet értünk, ugye, hogy elég rosszul hangzik, angolul is rosszul hangzik. Tehát ilyen esetben travel. Okay, tehát azért az egy kicsit formálisabb, egy kicsit komolyabb. Szintén nem használjuk, amikor eleve nehéznek ítéljük meg az utazást. Tehát az, hogy elugrottam, vagy elmentem, elutaztam New Yorkba, az nem feltétlenül kell, hogy nehéz legyen. De hogyha arról van szó, hogy fú, képzeld el, elutaztam New Yorkba, és mi volt, és hogy, hát I traveled to New York, fú, really, igazán, you traveled to New York, és hát hogy, és travel, hát ja, mert mentem hajóval, utána úszni kellett a következő csónakig, aztán a csónakban evezni kellett, amíg ki nem értem a partig, ott a taxi elvitt a buszhoz, a busz meg elvitt az aluljáróba, és aztán majd megérkeztem, tehát ugye, tehát az ilyen komplikált, nehéznek ítélt utazásoknál megint csak nem azt mondjuk, hogy kiruccantam. Ugye, tehát nem kiruccantam New Yorkba, hogyha 56 féle járművel, és még úsznom is kellett, úgy jutottam el. Tehát az is egy travel, az is egy komplexebb, egy konkrét, nem konkrétabb, csak egy komplexebb, nehezebb utazás, nem egy kiruccanás. És hát amit már mondtam, hogy ez a nagyon hosszasan tartó utazásokhoz is, ugye, ami akár ez is lehet, hogy nehéznek ítél, tehát nyilván mondjuk nem feltétlenül jár együtt a nehéz meg a hosszú, de azért sokszor, hát azért hosszú, mert nem olyan egyszerű általában, ugye. Úgyhogy ha ilyen esetekre utaltok, hogy tényleg komoly, hosszú, nehéz, akkor az nem trip, azért az nem trip. Hoztam itt egy példát is. In 1863, the president traveled to Dakota to make peace with the Indians. Tehát ugye 63-ban az elnök elutazott Dakotába, hogy a békéről tárgyaljon, most mondjuk úgy, hogy tárgyaljon, de ugye make peace, ez a békét csinálni az indiánokkal. Ugye hát magyarul béketárgyalás. Na hát azért az elég rosszul hangozna, hogy a president kiruccan Dakotába, hogy az indiánokkal tárgyaljon. Ugye, tehát nem trip, azért ez nem trip. Ez egy traveled. Ez azért komolyabb, meg formálisabb ettől. Oké, tehát akkor így érthető, hogy a travel az egy általános megnevezés, de használhatjuk olyan szituációkban, amikor valamire erőteljes hangsúlyt teszünk. Miért? Mert nehéz, mert nagyon formális, mint egy elnöki utazás, vagy nagyon sokáig tartott. Az ilyenek azok a travelösök. Minden más esetben egyébként meg trippezni szoktunk. Oké, tehát ha nem veszed olyan nagyon hosszúnak, komolynak, akkor valószínűleg egy trippen voltál, és nem egy travelön. Aztán még van itt nekünk ez a harmadik szó, ez a journey, ami szintén keveretes, vagy összekeverődik a travel-lel, viszont itt már olyan értelemben, hogy ugye a journey is utazást jelent, mint ahogy eddig a másik kettő is, viszont ez már hívjuk úgy, hogy a journey az a travelnek a párja. Tehát amikor nem csak olyan kiruccanásról beszélsz, hanem valóban utazásra, útra utalsz. És nem feltétlenül azt akarod mondani, hogy nehéz volt, meg hosszú volt, de nem is kiruccanásnak gondolod, akkor jön ez a journey. Tehát a travel szóval ellentétben ez már nem általános értelmű. Tehát nem általában véve beszélsz egy utazásról, hanem a journey az egy konkrét utazás. Az egy konkrét elutazás valahova. Oké, tehát nem utazás, akár oda is írhattam volna egyébként, hogy elutazás. Tehát ugye itt már tehát konkrétan beszélsz valamiről. És ugye szintén a travel szóval ellentétben ez már megszámlálható. Tehát mit jelent? Azt jelenti, hogy itt már mondhatjátok elé, hogy a journey, my journey, your journey. Ugye, tehát itt már jöhetnek elé más ilyen determinerök, ugye, hogy az angol mondja. Tehát nézzétek a példát. Did you have a good journey? Jó volt az utazásod? Ugye hát nem a kiruccanásodra utalunk, nem a kis elutazásodra, vagy ez a kis
nem tudom én mire, kis utazásodra, nem feltétlenül mindig kis, habár, hanem ugye csak általában véve, viszont konkrétan az utazásodról. Tehát, és milyen volt az út? Ugye, de nem a travelöd, mert azt nem mondod, hogy a travel. Did you have a good travel? Az összócskát nem mondhatjuk a travel-lel. Tehát itt jön képbe a journey, a good journey. Oké, tehát ez lesz a jó választás, nem a travel. Vagy I met Megan on my last journey to England. Tehát ugye találkoztam Megannel az utolsó utazásomon, vagy utamon Angliába, és ugye nem my last travel, ugye? Hát mondtam, hogy a my-t nem használjuk a travel-le, tehát ez lesz a journey. Ez úgy általában véve az utazás, de konkrétan az utazás. Nem tudom, hogy ez nektek mennyire, vagy mennyire van ennek értelme így a számotokra, de remélem, hogy azért érthető. Tehát a travel az egy általában véve való utazás, viszont használjuk ugye nagyon nehéz, formális utazásokhoz is. A journey az ellentétje, ami szintén az utazás, de itt már konkrétan mondhatod, hogy az én utam, my journey, your journey, a journey, oké? És ha viszont arra utalsz, hogy volt egy kis kiruccanásod valahova, elutaztál üzleti útra, nyaralásra, tehát volt célja, tehát ugye már eleve azt akarod, hogy hordozza magába, hogy hát elmentem Görögországba egy kis utazásra, az nyaralás, tehát az ugye az valami céllal történt, az már egy trip. Ettől függetlenül utalhattok rá journey-vel, hogy volt egy journey-m, na de... Hát de mondjuk azt magyarul sem mindig mondjuk, hogy fú, képzeld el, volt egy utam Görögországba. Ú, tényleg egy utad Görögországba. Ugye, tehát nem azt mondod, hogy elmentem nyaralni, kirándulni Görögországba, hanem fú, utam volt, elutaztam. Ugye annak egy kicsit olyan konkrétabb jelentése, hogy hú, micsoda utam volt. Ja, tehát, hogy ez úgy konkrétan az utazásra vonatkozik, a konkrét útra. Nem csak arra, hogy hát úgy kiruccantam Görögországba, vagy elutaztam a nyaralni, meg ilyesmi. Értitek a különbséget köztük? És akkor még egy maradt, ez a voyage. A voyage-ról azt kell tudni, ez nagyon egyszerű, ennyit hoztam az egészhez, hogy általában tengeri utazásra vonatkozik. Úgyhogy itt már nem kell bonyolítani semmit. A voyage az a tengeri út. Na hát ez ritkábban érint azért minket, meg úgy általában az embereket, tehát általában ugye nem tengeren szoktunk utazni, de ha tengeri utazásra utaltok, akkor nyugodtan mehet a voyage. Okay, he was a young sailor on his first sea voyage, tehát ő egy fiatal tengerész volt az ő első tengeri útján. És ennyi. Tehát a voyage az úgy magában is el van, ugye nem ez okozza a gondot, hanem a travel, a trip és a journey. Tehát akkor még egyszer összefoglalva, a travel az egy általános megnevezése ugye az utazásnak, amikor azt mondod, hogy téged érdekel az utazás, meg a zene, meg hasonlók, meg a főzés, ilyenek, tehát ugye csak egy általános. Emellett akkor van a trip, amikor már az konkrét kifejezésekkel szokott jönni, vagy általában nyaraláshoz, üzleti úttal, üzleti útra való menésnél használjuk. Tehát az egy konkrét, ugye, utazás, kiruccanás, egynapos kis elutazások, tehát csak úgy lazán, ugye, semmi komoly nincsen benne, vagy legalábbis, hát mondjuk egy üzletibe lehetne komoly, de egyébként ott lehetne mondani a travel-t is, attól függ. Viszont ezek már berögződött dolgok, hogy ilyen kis rövidebb, egynapos, kétnapos, egyhetes, kéthetes kis kiruccanásokra megyünk, vagy elutazunk, az egy trip. És akkor ugye volt a másik, a journey, ami a travel-lel ellentétben már konkrétan használható olyan értelemben, hogy az utazásod. Oké, a travel-re nem mondhatjátok, hogy milyen volt az utazásod, az nem a travel, az a journey. Vagy maximum a trip. Ugye? Na, és akkor ugye a voyage, az meg a tengeri utazás. Tehát ennyit kell tudni róla. Na most én ezt így, hogy ledaráltam nektek, ennyi nem elég, úgyhogy aki még esetleg itt van a videóban, és még nézi most is, tudom tanácsolni, hogy írjátok le. Tehát jegyzeteljetek, írjátok ki a saját gondolataitok szerint, mert azért az, hogy én értem, és leírtam, és így ezt így eldaráltam, ettől ti még nem biztos, hogy fogjátok érteni. Ezen érdemes egy picit leülni, elgondolkozni, és utána ez rögződik. De időt kell szánni rá, mert az, hogy az ember így ráönti a másikra, az nem biztos, hogy segít. Viszont itt van, elmondtam, vissza tudjátok nézni, tehát ez mindig itt lesz segítségnek. Well, everyone, have a nice evening, ha este nézitek, ha reggel nézitek, vagy napközben, akkor have a nice rest of the day, és hamarosan folytatjuk egy másik videóban. Bye bye, I see you next time!